Olaszország és mi ketten. Avagy négyen. Tartsatok velünk egy meglepetés szülinapra, Vidán Parkba és Limone sul Gardára. Sziasztok! Én Reni vagyok, és üdvözöllek titeket újra a csatornámon. Most úgy gondoltam, hogy levideózok néhány napot nektek, amikor itt lesznek a barátaink, illetve néhányan közülük. Először Rádu látogatott meg minket, és hamarosan érkezik Éva is. Köszönsz, Rádu! Jaj, ez most live. Please like, share and subscribe, and yeah. Yeah. Valószínűleg nagyon szép helyeken fogunk járni. Hogyha az időjárás is megengedi, akkor szeretném nektek is ezt megmutatni. Tartsatok velünk! Eljöttünk sétálni a Gárdatóra, remélve, hogy nem fog nagyon esni az eső. Hát, ez nem jött össze. De ettől függetlenül így, a viharos hullámaival együtt is gyönyörű volt a tó. Nagyon szép időnk van, éppen most bocsolt le a víz teljesen, de nagyon jó. Sem az eső, sem a vihar nem riaszthatott el minket. Panaszkodásra igazán nem lehet okunk, ugyanis gyönyörűen kisütött a napocska. Mint hogyha vihar nem is lett volna. Pont amikor elindultunk haza, jól megázva, akkor kisütött a nap, de annyi baj legyen, így is gyönyörű volt a tó. Hiszen ilyen időben talán még nem is láttam. Mára ennyi, de holnap kezdetét veszi a készülődés, ugyanis Évának születésnapja lesz. Éva ma este érkezik, úgyhogy elkészítjük neki a tortát, amivel egyébként meg fogjuk lepni. Mert szüli napja van! Vettem lufikat is, úgyhogy este, amire megérkezik a reptérről, akkor feldíszítjük itt a nappalit. Egy pisztáciás sajtortát szerettem volna neki készíteni, aminek először egyedül neki is fogtam, aztán történt valami. Időközben megjött a segítség. Hello! Bár a felvételeken nem mindig tűnik úgy, a fiúk nagyon lelkesen dolgoztak. Néha nem értették a folyamatokat, de ennek ellenére nagyon ügyesek voltak, segítőkészek és bíztatták egymást. Ezt a kötényt egyébként Rádutól kaptam, személyre szabottan. A fiúk annyira átvették a munkálatokat, hogy nekem már csak segítenem kellett, hogy mit és hogyan csináljanak. Ha esetleg valaki nem tudná, a sütéshez nem csak lelkesedés, de erő is kell. Nagyon sok erő. Itt már lassan elkészült a sajttorta alapja, amit ugye Zoltán bele is tett a formába, és következhetett a krém. Igen, a krém. Sajttortáról, avagy cheesecake-ről már találhatok egy videót a csatornámon. Ez a pisztáciás cheesecake csak annyiban különbözött, hogy a krémbe is tettünk pisztáciát, illetve a tetejére ezúttal pisztácia krém került. A krémhez a fehér csokoládét gondosan felolvasztottuk tejszínben, majd lapzselatint tettem hideg vízbe, amely aztán a felolvasztott csokiba, majd a krémbe került. Ahogyan már az előbb is említettem, a torta krémébe tettünk pisztácia krémet is, azért választottuk a pisztáciás sajtortát, mert Éva nagyon szereti a pisztáciát, és reménykedtünk benne, hogy jól fog sikerülni. A kekszes alapot a krémmel együtt hűtőbe helyeztük, Zoltán ellenőrizte, hogy minden rendben legyen, és vártunk néhány órát. De ez idő alatt senki sem lazsált, ugyanis én elkészítettem egy finom görög csirkelevest, aztán nekifogtunk a fiúkkal a lufikat felfújni. Nagyon sok lufi volt, de az előző szülinapokból már eléggé gyakorlottak voltunk ebben. A lufik és díszek színeit úgy választottam ki, hogy találjanak a tortával, tehát a zöld, a bézs, illetve az arany kombinációi. Ezek a nagy számlufik egy kis gondot okoztak a felfújással. De amint láthattátok, a fiúk előtt nincs akadály.
és nagy örömünkre elkészültek a díszek is. Köszi fiúk a sok segítséget! Most már csak a torta díszítése maradt hátra. A torta tetejére pisztáciakrémet olvasztottunk meg gőz felett, amihez egy kicsi tejet adtam, ezzel jobban is krémesebb állagot kaptunk, aminek köszönhetően könnyebben lehetett fel a tortát díszíteni, de hogy ne folyjon le teljesen a tetejéről, én tettem bele egy pici zselatinport is, eközben Zoltán felvágta a pisztáciamagokat, és én ezzel fel is díszítettem. Voilà! Finom, krémes pisztácia sajtorta! Este 8 óra van, Éva hamarosan megérkezik, elkészültünk a tortával, készen vannak a dísz, a fiúk is nagyon segítőkészek voltak, amiről már láthatatok is videót. Most már csak arra várunk, hogy hazaérünk és meglepjük. Hamarosan jövök. Az elmúlt napokban rengeteget esett az eső, de Éva megígérte, hogy a hátizsákjában hoz majd nekünk egy kis napsütést. Eltelt egy kis idő, és odaértünk a reptérre, amit már nagyon izgatottan vártam, hogy végre találkozzunk. Balaszéra! Hello! Hello! Már hónapok óta nem találkoztunk, úgyhogy nagyon vártam, hogy megérkezzen. Itthon már várták a díszek, és most már csak is az hiányzott, hogy Éva belépjen. És eljött a várva várt pillanat. Remélem, Éva, utólag is, hogy nagyon jól érezted magad, hogy tetszett. Mi nagyon nagy örömmel készítettük el neked, és reméljük, hogy felejthetetlen élményeket tudtunk neked szerezni. Amiután hazaértünk, egy kicsit ettünk, mert már éhesek voltunk, és ezt követően megleptük Évát a tortával. Mindannyian reménykedtünk, hogy a torta jól sikerült és finom lett, most már csak felszeletelni kellett és jó ízűen megenni. Előtte viszont készítettünk még néhány képet, és Éva kívánhatott valamit. Én azt kívánom, hogy még nagyon sokáig láthassuk ezt a gyönyörű mosolyt az arcodon, és a csillogást a szemeidben. Közös megegyezés alapján eldöntöttük, hogy a torta nagyon finom lett, de hát rossz nem is lehetett volna, hiszen mindannyiunk munkája kicsit benne volt. Isten éltessen nagyon sokáig, Éva! Másnap egy gyönyörű napsütéses reggelre ébredtünk, úgy tűnik Éva tényleg meghozta a napsütést. Hello! Hello! Jó reggelt! Indulunk Gárdalandra, a Vidám Parkba. Kicsit izgulósan, kicsit jó kedvel, meglátjuk. Ha az előző videóimat láttátok, akkor már tudhatjátok rólam, hogy én ide nem azért jövök, hogy hullámvasúton üljek, hanem én úgy érzem jól magam, ahogyan nézem, hogy mások ülnek a hullámvasúton. Ugye értitek? Ebben az évben, karácsony előtt ez volt az utolsó nap, amikor Gárdaland megnyitotta kapuit. És hát újra előkerült ez az ikonikus térkép. Emlékeztek még rá? Éva, 1-től 10-es skálán mennyire izgulsz? 11? 9. Amíg mi arról beszélgettünk, hogy Éva mennyire izgul a hullámvasutak miatt, addig a fiúk új barátra tettek szert. Üdv a csapatban! Titeket is meg kell kérdezzelek. 1-től 10-es skála mennyire izgultok? Ha? 1-től 10-es skála mennyire izgulsz? Mennyire izgulok? Aha. Gárdaland egyik legismertebb és legtöbb csavarral rendelkező hullámvasútján kezdték meg a fiúk a napot, a Blue Tornádon. Bevallom, számomra ez elég ijesztőnek tűnik, de ők mintha csak tollak hátán szárnyoltak volna. Időközben a fiúk Évával azon tanakodtak, hogy mi lenne, hogyha a következő állomás az Oblivion lenne. Egyelőre nem sikerült meggyőzni Évát, de talán ez később változni fog. Micsoda? Tanti auguriate! Tanti auguriate! Mielőtt a veszélyesebb hullámvasutakat vettük volna célponttá, előtte egy kicsit bemelegítettünk, és a Jumanji kalandjait felfedeztük. Ezt egyébként nagyon élveztük mind a ketten Évával. Jó,
Jumanji itt még nem érhetett véget. Hello. Bementünk egy tükörházba, aztán egy labirintusba. De végül sikerült megtalálni a kiutat. A labirintus után egy nagyon érdekes házikóba mentünk, amely egy optikai csalódást nyújtott, ahol úgy éreztük, mintha minden a feje tetejére állt volna, de köztük mi is. Mivel már nagyon éhesek voltunk, egy finom szalámis mozzarellás fokácsát ettünk, aztán folytatódhatott a kaland. És úgy képzeljétek el, hogy Éva is ment a Blue Tornádóra. Bizony. Minden elismerésem, én biztos nem tudtam volna ilyen mosollyal lejönni. A bátor! Na ki a bátor, hát nem én! Juhu! Hogy egy kicsit megpihenjünk, az én egyik kedvencemre ültünk fel, ami nem más, mint egy ilyen nyugis kilátó, ahonnan be lehet látni egész Gardalandot és a Gardató gyönyörű panorámáját. Mondtam én, hogy változni fog? Mindhárman felültek az Oblivionra. És összehasonlítva, melyik volt jobb, a másik vagy ez? Ez? A nagy izgalmak közepette valami hűsítő dologra volt szükségünk, és hát mi lenne tökéletesebb erre, mint egy jó kis csónakázás. Az időjárás kellemesen meleg volt, de a víz, hát, az egyáltalán nem. Na most! Ott jó lesz, no? Ha azt mondom, hogy még a szívem is kihagy egy dobogást, amikor erre nézek, vajon kitaláljátok-e, mire gondolok? Ez a Raptor. A szívem védelmében én ezt ki is hagytam, de tudjátok, ki ült fel rám? Hát Éva, Rádu és Zoltán. Ilyen bátorság kell Gardalandra. A Jumanji labirintus a fiúk érdeklődését is felkeltette, úgyhogy mentünk még egy kört. Még maradt egy utolsó állomás, de azt hiszem, az már következő alkalomra marad, ugyanis lassan kellett hazamennünk, mert Gardaland bezárta már a kapuit. Lassan véget ér a Gardalandi kaland. Lezárjuk a napot? Le? Hát akkor köszi, hogy ma is velünk voltatok. Találkozunk holnap. Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ez egy csodálatos nap volt. Köszönjük, Gardaland! Arrivederci! Alla prossima! Ez a nap is a végéhez közeledett, egy kicsit már hűvös volt, de otthon Évával ittunk egy finom gyömbérteát, aztán elmentünk Verónára, ugyanis este gyönyörű volt a kilátás. Hello. Tartsatok velünk holnap is, mert egy gyönyörű helyre látogatunk el. Szerencsére ma is gyönyörű időre ébredtünk, úgyhogy útnak is indultunk. Szinte minden videómban hallottok a Gardatóról, bizony, hiszen ezen a környéken élünk, és a Gardató területe 374 négyzetkilométer, hossza 54 kilométer, és parthossza 145 kilométer. Ez azt jelenti, hogy rengeteg turistahely övezi, és nagyon sok szép hely van még, ahol nem jártunk. Ezen helyek egyikére fogunk ma titeket is elvinni. Eredetileg nem ezen a részen szerettünk volna menni, viszont a sok esőzés következtében lezártak egy utat, ezért vissza kellett fordulnunk. És mivel útba esett, ettünk is valami finomat, az én választásom egy finom sajtos, borsos, parmezános, cacio e pepe spagetti volt, desszertként pedig sbrizolónál pezsgőkrémmel. Most már egy másik irányban, de folytattuk utunkat, hamarosan elérve a célt. Útközben megálltunk a Gardató egyik szintén fontos turista központjánál, Riva del Gardánál, ahol egy gyönyörű naplemente fogadott minket.
Ismered azt a várost, ahol virágzik a citrom? Írt a Goethe naplójának lapjain, aki 1786. szeptemberében hajóval elhaladva ellátogatott Limonéba, és elbűvölte a látvány a citrusfélék nagy üvegházairól, amelyek híres költeményének kezdősorait ihlették. Isten hozott titeket, Limone sul Gardán. Egy hosszú út után megérkeztünk Limonéra, de erre a helyre azt hiszem, hogy szavak sincsenek. Inkább nézzétek ti is. A Gardató nyugati partján található Limone sul Garda mediterrán tájba merül, és a tó egyik legcsodálatosabb és leglátogatottabb helye a sport, a pihenés és a természet szerelmeseinek körében. Az egész éven át tartó, különösen enyhe éghajlat híressé tette a citrusfélék termesztését. Ezeket a citrusféléket a jellemzetes citromligetekben vagy citromházakban termesztik, melyeket ma is meg lehet tekinteni. A citromház a citrusfélék termesztésére használt szerkezet, amely jellemzően négyzet alakú, falazott oszlopokból, fagerendákból és oszlopokból áll, és amelyhez a téli hónapokban tetőt és mozgatható falakat helyeznek, hogy megvédjék a növényeket az időjárás viszontagságaitól. A helyiség nevét illetően, tehát Limone sul Garda, szó szerint lefordítva magyarra azt jelenteni, hogy citrom Gardán. Neve eredetét illetően a 10. századtól kezdve számos iraton tűntek fel a limon, limonum, limon elnevezések. A szó érdekes módon nem a citromra utal, amely egyébként a városka szimbóluma is, hanem a valószínűleg kelta eredetű limen, vagyis határ, vagy lima folyó jelentéseket hordozza magában. A hely másik érdekessége az örök fiatalság génje. A településen sok volt a magas életkort megélt lakosok száma, ezt eleinte a mediterrán táplálkozás szokásainak és a helyi klímának tulajdonították. Aztán rájöttek, nem elég ide költözni, ez az adottság csak örökölhető. Ennek ellenére mi megpróbáltuk az eső összes vízcseppjével ezt az örök fiatalság génjét kicsit magunkba szívni. Erre a helyre még biztosan visszatérünk, hiszen számos látnivaló maradt még a bakancslistánkon. Múzeumok, biciklitúra és hajókörút. Ezt a csodás napot egy jó meleg forró csokival zártuk, és otthon még dzsengáztunk kicsit, amielőtt álomra hajtottuk fejünket. Mielőtt Éva visszament, egy kicsit szerettük volna még ezt a napot kihasználni, úgyhogy ellátogattunk Veronára, az Arénához, Júlia házához, ettünk egy finomat, aztán egy kis cica simogatás sem maradhatott ki. Mindenki sorra került. Egyébként ő itt Gyuri cica. Eljött az idő, hogy a lufiknak is búcsút intsünk, így hát neki is álltunk mindannyian. És sajnos Évától is el kellett búcsúznunk. Nagyon örülök, Éva, hogy itt voltál, remélem jól érezted magad, és alig várom, hogy újra találkozzunk. Mielőtt Rádu is hazament, még volt egy napunk, úgyhogy egy kis filmezéssel töltöttük, aztán tőle is elköszöntünk. Nagyon örülünk, Rádu, hogy te is itt voltál. Én utólag nagyon szépen köszönöm neked a sok segítséget, reméljük te is jól érezted magad, és mindkettőtöket nagyon szívesen várjuk vissza. Nektek pedig, kedves nézőim, szeretném megköszönni, hogy itt voltatok velünk ezen a csodálatos néhány napon. Remélem, ti is élveztétek, és ahogyan máskor is, vigyázzatok magatokra, nevessetek sokat, legyen egy csodaszép napotok, és találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!